Üdvözlöm a kedves nézőket! Folytatjuk a Mechanika Múzeumot. Valószínűleg ez lesz a búcsú részünk, de nem biztos. Beállítások maradtak, ahogy voltak. Kíváncsi lesz, milyen sokáig tartani. Ugyebár... Nem mondod, hogy most itt előre kezdi a rendszert. Na pillanat. De már chapter 5 vagy 6-nál jártunk. Igen. Meg tudom menni. Lehet, hogy nincs felhőmentés és nem húzta át a mentésünket? Hol? 9 chapter van. Hol jártunk? Mindjárt utána nézek. A chapter 5-öt megcsináltuk, úgyhogy a chapter 6 jön. De úgy látom, nem húzta át a mentést. Na majd megpróbálom ezt korrigálni, ugye? Na. Most akkor itt vagyunk, és elviekben itt a mentésünk, de azt néztem, hogy nem tökéletes. Azaz nem vittük végig azt a chaptert, ami kell az 5-öst. Bár a 6-os, 7-es is elérhető, igen, a 7-esnél tartottunk. Viszont ezt befejeztük a múltkor, úgyhogy az. Úgyhogy megpróbáljuk megint befejezni. Ez a dolog túl veszélyes. Hogy így kiállítsam a múzeumban, meg kell találnom a megoldást arra, hogy kikapcsoljam. Oké? Okay. És ennél voltak azok. Be kell zárogatni a... Nemeit? Minden igaz? Mágneses csavarhúzó. Oké. Okay. Hogy is kapcsoltuk ki? Mert csak ideig tudunk nézelődni, mert elvég elkezdtük bezárni a szemét. Igen, ott megy egy időzítő, ami majd mindjárt megcsap. Oké. Okay. Várja, az ott zöld. Ő. Jó, ez fájt. Én nem szükséges ilyen agresszívnek lenned. Vissza kell szopni a megoldásra. Ezt miért nem záródik be? Ezt kéne eltekernünk, hogy becsukjuk a szemét, vagy nem jó helyen vagyunk? Nem jó helyen vagyunk. Bár van egy multiplayerünk, és megint olyan hülye hangom egyébként. Nem tudom miért, pedig már kábelt cseréltem mindent. Jó, hát ővele kezdjük szerintem mindenképpen, ő a zöld. Ha közel megyünk így, akkor csapod. A karakterem tisztelik, hogy a francban társaim. Kérem. Én vagyok krumpli megfogni valamit, vagy nem tudom. Nem vinni fog. Egy. Három. Egy megvan. Jó. Egy. Megérettem egy. Kettő. Ez is megvan. Három. El kell forgatnunk, és utána visszafele bezárni.
és ugye bontjuk le róla a dolgokat. A föld is meg lesz is szépen lassan, mert hogy ugye már ki kellett találnunk, hogy mi volt a kód, amivel elindítottuk, most meg deaktiváltuk őt. Jó, végre lenyugodott. Still doesn't know what it paid for, the reader set aside for now. Elvégben nem tudja, hogy ki micsoda készítette ezt, de hurrá. Úgy néz ki, hogy itt az idő ezzel később foglalkozni. Na és akkor itt is van a chapter vége. És akkor jön a következő chapter. Most nem tudom, hogy a Mechanica Museum 2 már megjelent-e. Na most kaptunk kulcsokat, meg egy levelet. Tehát akkor ezek szerint még van, most a 8-as chapterben vagyunk, és van majd még a 9-es. Na nézzük. This kind of evil knock can only come from the museum administrator. Ez elvileg csak a múzeum vezetőségétől jöhetett. Úgy csak a fő szobába valók, fő expedition romba. Miért vannak itt? Beside its other end of the building, four floors below. Elvileg négy szintes az épület. Mondj, itt találtunk egy régi kulcsot, egy worn out kulcsot, és egy rectangle kulcsot. Ez a, elvileg ez a forma a rectangle. Aha. Jó, a levelet nem tudjuk, de ki tudjuk venni, oké. Találtál egy levelet. Na nézzük a levelet. Itt vannak el a részek. Oké. Bár szerintem ezzel már foglalkoztunk az előző részben. Nem tudom, miért nem mentette le. Hogy... Jó, mi van még itt? No time to lose here. Nem vesztegethetem itt az időmet. I should go get item. Tudom, az a múzeumban ki kell állítanom a dolgot. Hát ezeket már megcsináltuk elvégbe. Akkor kimennünk kell. Why would they have left this item in the Great Hall? Let's have a look. Miért hagytak egy itemet itt a fő, vagy hatalmas előcsarnokba? Nézzük meg. Igen. That's it, múzeum. Akkor itt van, amit a menüben is szoktunk látni. Az úgy csecse. Bármi komment, hogy ez itt van, semmi. Igen, ide kell kulcs. Szerintem ide én kulcs lennék el a kicsi mentebe. Kinyitva. És akkor most szabadul el a pokol? Lent amúgy mit látunk ott? Ő mi akar lent lenni? Nem lehet megnézni. Mini kamera. Meg a duplázó. Oké. Okay. I see no why they sent me here. Nézzük miért küldték ők ezt nekem. For safety reason, they don't always expose the real artifact in the museum. Biztonság. Jegyében. Ugye megpróbáljuk ezeket lefordítani, nem kis sikerrel. Bár ezek csak másolatok elvijek be ő szerintem, mint hogy ez is. De nem hiszek nekik, mert ugyebár az egész összes eddigi cucc élő működő tárgy volt. Csak hogy nicce-nicce legyen. Na nézzük. Biztonsági okokból nem mindig teszik ki a valódi tárgyakat a múzeumban, csak replikákat, mint ez. Az a szöveg ide. Szerintem ez hazugság. Pont emiatt van. The original can't be too far. Az eredeti nem lehet túl messze. Hm. Hát tudjuk zárni? Nem tudjuk bezárni. Oké. Okay.
bal gombot nyomva tartva tudunk nézelődni. Jó, erre talán tudunk menni. Arra valamerre, nem erre. Szerintem kamuzol, mert ezzel szed eredeti. Aha, ott lent is van valami. Ennyire közel lenne a kettő egymáshoz, de kicsire ad esély. Ennyire krumplik? Aha. Itt az eredeti. Hát ez azért vicces, nem tudom ki találta ki ezt a biztonsági megoldást, de konkrétan a bemutatott tárgy alatt van az eredeti. Vagy rumplik, és mind a kettő eredeti. Nézzük körbe, vannak rajta különböző jelek. Ez itt egy K betű. Le lehetett venni, nagyon nicce. I have a stick this button back and return the box later. On the box later. Ezt a darabot visszarakjuk később. Ezt a gombot később vissza kell varnom a dobozra. Érdekes. Találtunk egy cipzár szlájdot, akkor nincsen. Ja, mert valószínűleg akkor az két oldalra nyílik. De hát az a csávó minden csak rongálva tudtam szétszedni, meg kinyitni, mert nem az első eset, hogy ja, hát ezt vissza kell raknom, mert eltörtem, meg ilyenek. Akkor téged rakjuk ide, és kinyitunk szépen. És mindjárt a képünkbe paffonni, gondolom valami. Szerencsére nem horror játék, hanem inkább skifi. Na és akkor itt az eredeti darab. Chapter 8. Vicces, mert úgy gondoltam, hogy csak 6 része van a résznek. És az előző adása az Chapter 5 néven fut. Ebben Chapter 7-ig már eljutottunk. Na te mi vagy? Tudunk-e duplikálni? Nem tudunk duplikálni. Igen. Na, te kinyerte. Téged lehet forgatni, ha oda van valamink. Oké, adott kijött. Csak ebben az irányba tudjuk forgatni. Jó, azonban elvette ezt a darabot. Ez így érdekes. De szerintem kell valami. Jó, nézzük tehát más oldaladra. Ű, vannak itt ilyen pontocskák. Teteje. This looks like a bottom, but it's locked. It doesn't look somewhat incomplete. Az úgy néz ki, mint egy gomb, de zárva van. És valami, mintha hiányozna belőle. Oké. Másik oldalad. Alul. Nem, sehol semmi. Jaj, ott nem engedi most már forgatni. Nyomkodni, és ezt hiába nyitottuk itt ki, ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Ja, vagy te kell lesz hozni? Nem, mert akkor felajánlom. Ja, hogy így rád kell rakni, jó? Szóval akkor megint nicce. Most akkor ez így nem is jó, mi? Azt a formát kéne valahogy megoldani. Öt irányból. Meg a másik formának is ilyennek kéne lennie.
Nem, mert az csak teli tud lenni, neki ezt kellene, de fordítva, úgy. Belőled nem lehet, de lehet sok, jó, fogadalom, te így leszel, jó. Ja, már is felejtettem, hogy a tárgyakat amúgy használnunk kéne. A kedves megfordult. És lett ott egy gomb, meg ott egy gomb, valószínűleg kijönnek a lábai. Vicce. És megint nem tudunk hátra forogni. Mert itt már meg vagyunk, és gondolom, akkor oda fel kell vinni ezt a részt. Mert úgy látom, hogy egy, hogy mindenhol ott lappol. Téged így állítunk. Akkor mi leszel? Téged pedig így állítunk. És átforgott. Mit sem. Ez az adás volt az utolsó ebből a játékból, aminél még azt hiszem élő adás volt. Mert itt már eléggé köhítseltem, és érdekes, hogy most hiába vagyok a nappaliba, meg a laptopon. Nem, ugyanaz van. Majd rengeteget fogom vágni ezt a videót, hogy nálatok ezek az 5-10 perces kihagyások ne legyenek meg. Na de vissza a játékhoz. Itt látunk sok minden ábrát. És nem tudom, nekünk itt most miért jó, azt szeretnénk ott beállítani? Az a kör az ott van oldalt. Ott. Ezek a bolygók így kéne, hogy álljunk szerintem. És neki meg fönt. Így ez a függőleges vonalunk megvan. Míg a legkülső az alul van. Ugyebár a külső gyűrű. Utána jön ez a gyűrű, aki lent van, mert úgy van, hogy gyűrű, semmi gyűrű, megint gyűrű. Majd úgy látom, hogy a, igen, ez a közepe akar lenni, hogy ennek így kell állnia, mert sikerült is. És akkor ez be is kapcsolt. És akkor ebből lesz valami AI droidunk, vagy ez fogja vezérelni az összes többit. Úgy néz ki, mint egy gomb, de hiány. Igen. Igen. És így. Hogy ezekkel tudok valamit kezdeni. Arra már tudok kattintani. Ezek futnak. Az meg lett. Nem mondja el a játék, hogy szeretne. De ez itt ugyebár látványos, hogy valami mintha hiányom. Pedig máshova nem tudok kattintani. Ez a szöveg. Akarja a Google lefordítani, azt mondja, nem fordítunk. Akkor lefotózzak. Ez úgy néz ki, mint egy gomb, de le van zárva. Kicsit hiányosnak tűnik. Nem fordítottam rosszul, viszont... De hogy téged így tudlak forgatni? Oké. El is felejtettem, hogy ez a cumoldé van itt. Jó, hát rég játszottuk ezt a játékot, szóval... Ne csodálkozzunk. Csak mert... Erre kattintunk.
körbe tudjuk forgatni, de mi értelme? Ugye már ezek a szerszámok azért vannak nekünk így, hogy ne kézzel kelljen forgatni, egy elektromágnesesen ide van rögzítve, lebegtetve, és forgatva. Tehát megint te, nem? Hibát látunk-e a terméken? Itt van előttünk, tárgyon pontosabban. Itt nem veszek észre. Csalóka, hogy egyből minden jó. Szóval az összes vonal fut. Azzal nem tudunk mit tenni, azzal sem. Oda egy kis darabka kéne, de nem látok rajta semmit, amit ki tudnánk bányászni. Vagy bele kell nézni. Nem kell bele duplikálni, sem kell. Ez itt szerintem el kéne csak simán forogni, és akkor jó lenne, de nem hiányos, hanem ilyen. Vagy valamit nem vettünk föl. Tehát más itt nincs. Az asztalon se. De hogy mondtuk, hogy azt a gombot vissza kell majd varni. Azt nem mondta, hogy azt a gombot kellett volna elrúgnom. Biztos, hogy ezzel se kell sem állni, meg sötétet se kell varázsolni. Nincsen, hát akkor hogyan vagy? Azzal már nem tudok kezdeni. És csak teljesen átforgatni tudjuk, kicsit nem. Hát megcsináltuk, ez itt happy. Igaz, nem mill, de majd. Ezt ide nem akarja elvenni. És belenézni se tudunk, pedig arra láttam rációt, hogy belekukucskálunk. Itt se nem, de biztos, hogy nem lesz olyan. Ezeket nem tudjuk kikapcsolni. Itt van ugye bár egyedül ez a, amit ezzel megcsináltunk, de nem engedi. És nincsenek nálunk tárgyak. És nem mondja, hogy valami hiányzik, ez a baj. Itt van egy pont, ugye bár amit rá tudunk kattintani, és akkor epít. Ja, hogy téged végig kéne vinni. Oké. Szépi tízi, ahogy mondanák. Azaz most keressünk utat. Ami fölmegy oda. Kösz. Hát tippem alapján erre. Vagyam, hát forgatjuk. Így. Ezzel föl, el. Az be. Erre el. Ezen átmegyünk itt erre. Csodásan följünk erre. Akkor ez itt végig megy. Az irányba, és itt is vagyok, parancsolj, ott a gombocska. Na, mit kaptunk? Megnyomtuk.
ilyen szuper nehézbe, és kijött belőle egy gömb. Nincsen bármi komment. Ez téged is lehet forgatni. Most akkor a csillagjegyeket össze kéne legúzni, hogy nicék legyenek? Tippem alapján. Ezt tessék, így kell szerelni, simán kitépjük onnan a dolgokat. Jó, hát nic. Téged el tudtak húzni, akkor tartsd. Téged el tudtak itt állítani. Szerintem minden hiányoznak dolgok. Én arra tippelnék. Innen is, innen is. Ezek itt átmenjenek. Úgyhogy nem ezzel a darabkával kell kezdeni. Azt mondta, hogy téged kiszedtelek és így marad. Ennek itt forgás kéne. Téged meg középre nem tudlak beállítani. Így nem vagy jó, és ilyenkor nem lehet állítani. Így se vagy jó. Így se vagy jó. És így se. Bár itt mocarok, hogy ebbe az irányba akar forogni. De nincs. Semmilyen. Na nézzük, te itt vagy egy. It looks like a power storage unit of sorts, but it's completely dead right now. De úgy néz ki, mint egy áramtárról, az aksi vagy biztosték, vagy bármi lehetne. Nem, méret alapján én biztostékra tippelnék, de lehet áramforrás, vagy plusz-minusz, de ez teljesen halottnak tűnik most. Jó, veled ki tudlak szedni, nem? Oké. Te, nem nyílsz ki, te sem nyílsz ki. Te kinyílsz. Na nézd. Téged ide. Szerintem ebből amúgy tényleg hiányodnak dolgok, mert megfogni se lehet a cuccokat. Ez a csodás csavartóra sincs. Te is kinyílsz. Nagyon nice. Itt egy kis kerék. Meg egy nagy kerék. Na, hát akkor a hiányzó dolgokat már elkezdtük összelegúzni. Te nem néz ki. Te se néz ki. Te se néz ki. Ez a kettő ugyanaz. Ja, az a kettő ugyanaz. Oké. Jó, hát fogaskerekünk már van. Akkor mi van, ha téged beraklak? Ugye? Téged meg... ide. Így. Akkor... amúgy el tudjuk innen húzni, és akkor arra tudjuk rátenni. De szerintem ennek itt lent van értelme, mert ez itt hiába pötyörög. Ennek kell itt forognia. Hát mondom én. Kérdés, hogy hányszor kell ezt eljátszani, vagy kell-e a többi hozzá? Az ugyanúgy ezeket vissza tudom venni. Ja, akkor forogjál meg. És jó. Voltunk. Ezt a darabot mutasd nekem. Oda biztos, hogy nagy jön. Ide a kicsi nem jön. Mert nem ér senki senkivel össze. Az még vagy kell nekünk egy nagy. A gerünk vagy túl nagy stufit, túl nagy oda. Vagy csak nem. Te kell lesz ide. Te meg ide. Hát gondoltam, hogy nem fog haverkodni, mert nincsenek összeköttetésbe. De a nagyot meg ide be tudjuk helyezni.
Kicsi haverok, amúgy, viszont a kicsi ide be tudjuk helyezni. Elég már előny. Még egyszer. Nem tudom. Tippem alapján valami meg hiányzik. Azt nem tudjuk kinyitni, azt se tudjuk kinyitni. Ott csak kettő volt. Ezzel csak forgatjuk ott lent. Igen. Ebben van három egy csomópontban, erre senki, erre meg kettő. Az a kettő jött el. Már dobom, hajlandó átforogni. Amiért... De annak ott nincs értelme. Ez szerintem még hiányzik egy kerít, mert ezt ide rakjuk, de onnan őt ide is le tudnánk akár rakni. De nem megy át forgató nyomaték, mert nincsenek haverságban. Ezt meg hiába húzzuk ide föl, ez csak tárolónak jó. Bár, ha jobban belegondolsz, akkor ez így, ezt a külső gyűrűt megtekerné. Ilyenekon lett egy ilyen gyírvillünk. Tehát ha őt ide behajítom, akkor ők haverkodnak. Én most már ki tudjuk valamelyik oldalt nyitni, vagy van, látod? Nem. Itt se történt semmi. Hülyezted össze-vissza forgatást. Oké, másból más darabka nem esett ki. Ott mi van? Na, rúgja le fel a... Ebben. De úgy nézett ki, mintha azon lenne valami, csak persze, hogy rabom elénk forog, de lehet, hogy csak a két nyomát látjuk ennek, hogy ott mi van. Két olyan megkapás. És hiába forgattuk el, továbbra se gyűjtik, neki minden. Korogját. Ez az oldal kéne. Ha ezeket berakjuk ide, hogy ezt nem biztuk, akkor mind a hármat meg kéne fordítania, de nem fogja, mert innen hiányzik egy darabka. Viszont ha berakjuk a nagyot, akkor nyifog, hogy nem fér el. Szerintem még hiányzik egy alkatrészünk, ezt kettővel nem lehet megcsinálni, mert itt a nagy tárcsának is mozognia kell, és ennek is. Ezt hiába rakom ide át. Nem forgatja meg a külsejét, de valami változott van oda. Korogját. Korogját én. Se nyílik. Se nyílik. Bár a legnehezebb dolog ebben megérteni, hogy mi a krumplit akar a játék, főleg, hogy mindig rosszat nyomok, ha jobbok balzumolsz ki belőle. Ezeket elveszünk, miután megforgattuk. Átfordult a másik oldalára. Akkor
Ez a kerék. Ez a kerék. Ez itt a kerék. Az a kerék. És ez a kerék. Hang alapján semmi. Ne várja. Használjuk a nagyokat. Amúgy mert csak klónozni kellett volna a termékeket, szóval azért van a klónodónk. De nem baj. Kérdés, hány darabot kell klónozni, hogy mindenkihez jusson? Vagy van egy limit, ameddig elmehet? Így. Ez megvan a duplikálás. Jó, hát ezt addig kell akkor csinálni, ameddig meg nem lesznek a megfelelő mennyiség. El is értük ezt a számot. Jó, hát akkor így most már lesz elég fogaskerekünk ahhoz, hogy játszunk. Szerintem. Főleg, hogy csalóka, mert ide egy kicsike. Így. Ennek így kell végigfutnia. Hogy az ott lejöjjön. Így kaptunk egy darab kát. There's a piece of crystal in there, but I have to get the plate out of the way. Akkor ezt még inkább lejjebb kell húzigálni, azt mondja. Ugye egy darabka kristály van itt, de nekem előbb el kell tüntetni innen a részt. Nem tudom, miért nem fordít online most a Google P30-on. Pont után meccsen van benne egy darab kristály, de el kell távolítani a gutyából ezt a tányért. Azt mondja. Hogy egész konkrétak legyünk. Jó, akkor az esetben jön az, hogy akkor ilyenkor át kell játszani. Ide. Az se kell. És akkor még lejjebb. Tada! Take it easy. Talált el egy darab kristályt. Kristály töredéket. Jó. Az megvan. És a... Meghagyjuk itt ezeket. Akkor ezt ugyanúgy nem tudjuk elforgatni, akkor nem hagyjuk benne senkit. És hogy van egy darab kristályunk, így ez se nyílik ki. Viszont itt már jó popa lehet bárki és akármi. Nekünk kell egy ilyen, ilyen, egy ilyen, hogy mindenki is forogjon. Szerintem. Vagy... Ez nem nyert ki. Ez sem nyert ki. Szerintem a másik változás ilyenkor. Egy B verzió, hogy mindenkinek kéne mindennel mennie. Egyébben van elég szomorú hozzá, gyakorlatilag kettőt könnyebbet. Ha fejreállunk, sincs más. Viszont el így már jobbnak tűnik. Így. Az az, hogy forog a külseje, ami meghajtja a belsejét. Ott is van az áram, kérem szépen. Akkor gondolom a kristály darab lesz a energiaforrás. Na, ugye, hogy mit szed? Találtál egy sugárló kristályt. A G-sok kristály. Na, ezeket így visszacsórigatjuk belőle, mert nem hagyjuk neki ajándékot. Lenyúlunk mindent, ha már mi klónozgattuk. És akkor gondolom, ide kell a kristály. Na, kaptunk három bombot. Itt szépen bezárta magát. És akkor gondolom, most kell eljátszanunk azzal, hogy ezek itt haverkodjon. Igaz? Azaz. Téged elforgatunk. Mi forgunk el. Akkor így lehet forgatni, értem, de így kell lesz, ez egyértelmű. Jó.
Forogjuk vissza ide. Neked meg ez kell itt, így a csillagjegyek nagyon csecsék. Mi fordunk. Itt egy visszaugró kell neki. Az a ez. Akkor most jön az átforgatás. Aminél ő nem így van, hanem így, mert ez itt stimmt, akkor jöhet a, ő már megvan, akkor jöhet neki a haverkodása, ami így van, mert itt mindegyik csillagjegy haverkodik, és akkor jön a teteje. Kész. Kapunk is egy videót, ez itt elforog és szétrabban. Kaptunk belőle egy kejhet. Na, ez így vad. Na nézzük, te mit akarsz? Különböző csillagjegyek körbe. Forgatása nem. Bele tudunk nézni? Bele át? Kukucs, hű, szegénynek. Oké, látunk benne egy ilyet. Te mi vagy? Mindegyik ezzel fele áll. Közelebb tud menni, távolabb. Oké. Ó, körbe is tudunk menni, nézni. Hogy tudni valaki bújik a szélén, nem? Mindegyik irányban végig csekkoljuk, mert miért is ne. Itt bármi lehet és akármi. Kör létére ebbe egyébként egy ilyen ötszegszerű valami van. Jó. Akkor miért jók nekünk ennek a fények? Akkor a sárgát kéne valamerre elforgatni? Aha. Jó, sárga. Fehér az jó irányban van. Oda kell a kék. Egyszer. Persze, hogy elállítgatja magát. A fehér van most rossz helyen. Aha. Akkor értem, a sárgát a feketével tovább lehet vinni, de meg csak a fehéret viszik. Jó, hát most akkor a sárgát meg a kék fehér jó helyen van. Nem is abban az irányba. Még a feketénk is jó. Csak a rózsaszínünk nincs a hely. A rózsaszín a helyünk van, most már a fehér is. Na, hát megleptünk ezzel is, kérem szépen. Megkapjuk a univerzumot, a napot, a végtelen power-t, ami mindjárt felrobban. Vagy beaktiváltuk a gömböcskét, és az visszamegy, mint energiaforrás ebbe. Kaptunk egy nagyon király holografikus 3D képet. This isn't bad. A kind of navigation system and it seems want to go precise spot. What's going here? Ez egy térkép, egy navigációs rendszer része. Szerintem. Mi a krumpli folyikét? Közben leütöm a mikrofont. Ez egy térkép, egyfajta navigációs rendszer, és úgy tűnik, hogy egy pontos helyre akarnak menni. Mi folyik itt? Teszi fel a kérdést, akkor én sem fordítottam túl rosszul.
Only one last machine that might hold some answer. Már csak egy gép maradt, hogy ezt a dolgot megválaszolja. Chapter 8 kész is. Nem mondom vagyok, mivel alig egy órája sem veszünk még. Mindenféle trükközéstől függetlenül. Szerintem fejezzük be akkor a játék. Vagy legalábbis próbáljuk meg. Kisebb gép nem volt. Gondolom ebben az egész egy nagy csomóban van egy darab valami. Kösz, levél, már megint. You have found the levél. Nézzük, van-e valami a hátulján? Vannak hát, de szép, vagy standard container locks type ments. A1, A2, A3, A4, A5, B1, 2, 3, 4, 5, meg C1, 2, 3, 4, 5. A1 az a B3. Az A. Köszi. Szóval akkor az első kód ez. És a többi, DCE, DCB, D nincs is a... És mindenki van idevel. The last machines from the Saturn Atlas site, az utolsó gép jött a Atlasról. Csodásan ki van csatirozva minden is. 248 kilovolt cumó. És 118x140x237 a mérete. Ez valószínűleg centiméterben van megadva. Valószínűleg szerintem 240 majdnem a magassága, 140 a szélessége és 118 a mélysége. Származás ismeretlen. 4-16-os fiat. Ez csodás, de akkor honnan tudjuk, hogy ki miután jön? B3. 34-5-12 ABCD 34-5-12 One lock opened, 3 left. Köszi. A5. Nyert. Vagy. Pedig ez 14-22-3. A5 van írva. Vagy lehet, hogy a B-oszlopra van kódolva? Ja nem, a következőnek a D-nek kell lennie, oké. Okay. Akkor... 14, 22, 3. Igen, C4. És ez a második, azt mondja C4, ami a C-jé lesz, 25-21-4, 25-21. Mi történik? Nem vártam meg, hogy kinyissuk. Nem. Megmakadtunk? Valamit elrontottam? Last chapter. Csodás! Ki akartuk nyitni az utolsó konténert, és azt mondta, hogy nop, és pofánkba robbant. What the krumpli? Mi történt, és mi ez? What happened and what is this? Azt nem mondta, hogy ez az űrhajó. Hallod, de ez volt benne abban a baromi nagy konténerben. Hát nagyobb ez, mint a konténer maga. De valószínűleg ez egy űrhajó akar lenni.
ott a sugárhajtóművel. Ezt be tudjuk nyomni. Át tudtuk kattintani. Itt valószínűleg ez az, ami miatt megsérült a gép. Mesik. Gép. A fisakot is nézzük, mert ugyebár az is be van törve, valószínűleg ez itt a pilótafülke, és innen becsapódott vagy egy szilánk, vagy egy aszteroida, vagy valami, és keresztül itt a kedves élit, nem csodálkozom rajta, aha, mondtam, a pilóta, egy szék, kérdezi. Valamit kiérteg és akármi. És beleült. Milyen vagányok vagyunk. Kukucs. Ja, hát igen, valószínűleg itt ült a pilóta, és ebből az irányból becsapódott valami, azt megcsapta. Na nép, te itt. Gondnak látszol. Van egy csomó mindenünk egyébként, szóval... Azokat simán ide kéne hozni, felhasználni, szerintem. Nagyobb gyukra nem tel. Látunk. Na nézzük, mi van. Ezekkel nem tudunk még kezdeni, amiket kivettünk. Mindent elcsomagoltunk egyébként, nem értem. Közben látványos, hogy mindenki mindenkivel összetartozik. És az, hogy a konténer a képünk berobbant, és... Milyen lett, az egy dolog. Létben, mintha két dolog hiányozna, nem látom értelmét semmin. Az az előtt a gömb magassága, a gömbnek a... X része, a többi egy erőtér. Bele tudunk szállni a ülőkébe, és ennyit nézelődni. Meg ki tudunk be kattintani. Meg csak beleülni tud. Ide tudunk kattintani, akkor látjuk ezt itt. Ezt hiába nyomkodom, nem történik vele semmi, pedig ezt szerintem ki kéne, hogy nyíljon. Ezt se tudom rátenni, itt használjam a nézőt se. Duplikálni nincs mit, illetve arra szokás ráhúzni a dolgokat, nem pedig azt elhúzni. Itt csak kiszáll. Na hát, fejtsük meg a dufót. Oldalt nem látok rajta nagyon semmi. Itt is csak a hajtóművet látom, de arra hiába kattintgatok, nem nagyon hagyja meg. Tárgyon bármiféle extra nincs, simán meg van kopva, rozsdásodva. Ezeket már nem tudjuk használni, mert megvoltak. Hátul a pilóta fülkének a két tartójában sincs semmi. Az emögött itt. Látszólag. A gép egy gömb, azaz az űrbe való dolgoknak a túlélésére szolgál. És a legegyszerűbb forma, mint egy üstökös. Kitalálva, mint egy csillagközi flotta jel, amit már nem egyszer felhasználtunk. És nem látom értelmét azon kívül, hogy beleült. Vagy valaminek történik kéne, ami nem történik. Visszával nem tudunk menni, elmenni nem tudunk. Környezet nem csinál semmit, minden esetre ez figyeljük. Viszont vicces, hogy olyan szinten robbant ki belőle ez a cucc, hogy egy, nem törtek ki az ablakok, kettő, nem történt, nincsenek darabkák sehol. Elég biztos, hogy egy hajtómű, nem tudom, mit nem veszek észre rajta egyébként. Maximum a grafika.
Még ez a záró, a finish, a korábbiak elég egyszerűen meg lehetett csinálni. Itt látványosan nem csinálunk semmit. Beülünk és két oldalt van két dolog, de ez sem csinál semmit. Na, most már ír. Wait, it looks like a case for the scroll. I study early code with here, I have a check this. Várj, ez úgy néz ki, mint egy tároló a tekercsnek. Én tanultam korábban, hogy ez ide befér, le kell ellenőrizni. Ha már mint túl korábban, úgy tűnik a korábban tanulmányozott tekercs tokja befér ide, ezt ellenőriznem kell, mondja a karakter. Oké, okay. Elveszük a tekercset, amit megint ki kell tudnunk nyitni. Jó, pick it up, the scroll case. Oké. Okay. És ez itt egy figyelmeztetés, hogy mi kell nyomkodni, a sorrend az kérdőjel. Igen, ez a másik fele annak, ami oda való. Nem figyeltük, hogy ez mit ír. Jó, mindegy, akkor azt a szöveget nem fogjuk megtudni, valószínűleg annyi fog, hogy tegyük ide. Klik. Aktivated a hajó. Akkor nekünk ez a minta kell. És most már kinyílt újra a tekercs. Ami kinyílt magától, már az egérre nem reagálta, azt hiszem. És akkor az a kijelzőm, akkor betöltött a hótérkép. Hajó nem található. Szék. Szék megtalálva, hiányzó dolgok. Azaz minden, amit használtunk, azok kellenek. Azaz kell neki a lebegtető, gömb, a maszk, amiben ugyebár a halottról van levéve, meg a nem tudom. Hogy ide szeretnénk hozni valamit, hát akkor ez gondolom Pili-Toli lesz. Ez oda. De why? Oda. Oda. Ebből kettő van. Oda. Oda. Talán ez a kettő fényesebb, ők vannak a helyükön. Mi a te? Ez. Mármint ezt a kettőt meg kell fordítanom, de amúgy. Ez. A végtelen. Nice. Tessék, kaptunk egy saktáblát, erre is megint csak pakolhatunk. Ide kell a gömb. Itt fog nyifogni, hogy kell a gömb, igaz? Hold on, this is a hologram of one of the other machines, I have to get them to check this out. Várjunk csak, ez a hologram olyan, mint egy másik gép. Ez az cucc, amit ugyebár behoztak ide, és hogy ezt ellenőriznem kell. Várj, egy másik gép hologramja, el kell mennem mindegyiket, hogy megnézzem ezt. Mondja a Google szerinted a szöveg. Akkor megint felveszünk valamit, szerintem a jobb oldali gömböt vesszük fel, nem? Nem. Mindenki nyílik. Fölvettünk mindent, amit szeretnének. Azaz itt van minden, amit ott írkált az a csomó. Visszakaptuk az általunk használt dolgokat. Örülnék, ha mondjuk azt csinálnád, amit szeretnénk. Mondjuk ezt itt. Jó, azt ott kell neki gömböcske, azt mondja. Oké. Téged odahajtok.
Nem hajítunk oda, előbb rákattintunk. És így hajítunk be oda. Ez megvan. This is machine's loops are set up. And yet it loops, it's waiting for something else. Ez egyébként úgy néz ki, hogy mindene megvan. Ha valamire még várna. Úgy tűnik ez a mechanizmus teljesen be van állítva, és mégis úgy tűnik valami másra vár. Mondjuk arra, hogy üljél bele, nem? Meg hogy vedd fel a dolgokat. Na, ő megvan. Őt szeretnénk. Kinyílt a hátulja. Kaptunk egy That's Just a Chair. Nem utazd meg. De szép vagy már, milyen a Tillitól létfőm? Ez itt lent oké. Megküldjük egy ilyet, nem? És mindig nulláról kezdünk, nagyon happy. Akkor nekünk kell oda egy kocka. Első körbe szerintem. Egy ilyen forma. Oda föl kell rakni. És sokszorosítani. Így. Akkor ebből pedig kell egy kis háromszög, amit el kell tolni oda, és szintén ötöt gyártani belőle. Igen, a forma adok, és már nyitható is. Leengedjük a olajat, biztos plutóniumot hiányol. Something can be plugged in here, but what? Valami be van ide dugva, de mi? Kérdezi a karakter. Amit rosszul fordítottam, mert ide lehet valamit bedugni, de mit a válasz? Pontosan. A első körbe csekkoljuk le, nem tudjuk lecsekkolni. Akkor nézzük ezt. Itt mit akarom? A háromszöggel haver. Kocka a kockával haver. A kör a körrel haver. Te meg vele vagy haver. Hát ez take it easy volt. We are making progress here. Valamit elért. Valamit csinálunk. It looks like something could be put here. Szerintem ez megy ide be. Üfüzemmódda be is csapódott. Gyepör van az egész szét, Morbonitro. Megám. Ennyi. Beaktiváltuk a hátlapot. Igen. Elkezdtünk lebegni. Meg lett a antigravitációs hajtóművünk. Hát éppen nem kéne. Te vagy való ide. Mint hajtómű. Ha már összeraktunk egyszer. Ugye hát ugye be is zárt, és mindjárt elégettük ott mindent mögöttünk. Vagy nem. Ebbe cserélgettük az atomrudakat. Now the engine is in the place, let's get going. Csodás, a motor a helyén van. Menjünk. Érdekes. I think I have repaired this machine, I should check the scroll now. Úgy gondolom megjavítottam ezt a gépet. Most nézzük meg a tekercset. Hát nagyon úgy tűnik, hogy megnézzük, és itt minden kézé, már csak a alien hiányzik belőle. Milyen téren mi vagyunk? Of course, it's missing the last machines, a pilot. Az utolsó gép hiányzik, a pilóta. Oké, akkor az esetben üljünk bele. Ágám.
És akkor bárhova mehetünk? Oké, ez felénk jött, és akkor itt van egy térkép. Mi lenne, ha ezt fölvennék? Hát lehet, hogy látnánk vele, nem? Mondjuk. Ha már ennek az a dolga, hogy az emberre rajta legyen. Abon. Jó. Itt szeretnénk játszani. Ezeket kéne szerintem beállítani. Ezek talán csillagövek. Igen, that's it. Igen. Yeah. Ó. Oh. Igen, és az miért jó, hogy nekem ezeket el tudjuk forgatni. Mert azt kell, hogy egyiket zöldé varázsol. Hát annyira nem tudunk elforogni, azt itt van pár darab. Neked van mi? Vagy csak adod egy. Ó, de hogy áram van mindenhol. Négy. Oké, that's it, föld egyébként ott vagyunk. Akkor neked is van mi? Dál oda. Egy, kettő. Ott. Szóval a holdján is van valami. Oké, és akkor a földnek a holdján esetleg? Látszólag ott nincs semmi. Oké. Innen át tudunk odaugrani? Nem, akkor vissza kell jönni egyet. Menjünk oda. Igen. Meddig csöcse. Remélem ez a megoldás, mert az például piros. Nem akarod azt az utolsót benyitni? Mindjárt jövök be mindenki mindenhol aktiválva. Ja, hogy téged tudlak forgatni. Ahogy miért nem ijedsz meg? Jaj, akkor hivatalosan neki ott a helye. A forgás irányú törpés van még itt bolygó elén. Itt is találtunk hirtelen egyet. Amúgy. Csak hogy mitszer legyen. Mert ha már mi nem tudunk annyit forogni, forogjon a univerzum körülöttünk. Igen, itt is kaptunk egyet. Remélem ezt kell végigforgatni őket, és akkor az összes rózsaszín átrakni zöldre. Csak hát nem tudom, hogy mikor. Zöldek, ennyi a max. Igen, ezt ennél arra nem lehet forgatni. Akkor figyeljük alaposan, hogy mi húzel itt előtt, és mindenki zöldel. Hát ő piros egyedül. Már végig bolygót nem is látok itt. És ha nagyon be akarnám állítani, hogy mi hol van, mi van valahol ott. Az összes többi nem jó hely. Az azt, hogy ilyenkor azt mondom neki, hogy piroska. Akkor ugyanúgy mondok tovább, szóval nem nagyon hagyja meg. Na, hát
krumpli belsőt ide, mi a krumplit csináljunk veled? Talán a maszkballan a megoldás szerintem, csak hát... Ez tényleg don't know for my manager to fit my head in there. Nem tudom, hogy tudnám elérni, hogy rámenjen a fejemre. Ha rá tud menni a férre, már kinyitjuk, akkor elvileg jó rá. Na, amíg a célőképet vagy szétesem. Mire nem tudom, hogy tudtam a fejembe illeszteni oda. Hát úgy, hogy kinyitottuk és föl lett, és azt mondta, hogy új user adatban már csak simán. Simán föl kéne, hogy tud venni. De különben is mi leszünk a szuper új UFO, hogy nem értem a aggodalmadat. Jó, itt bármi, ekkor szép leírások. Oké, neki nullák vannak, neki 2-es, 3-as, semmi, 2-3, 5-3. Más itt lejjebb, följebb, semmi. Jó, akkor kezdjük. Neki nincs senkije, amit vonalkodna. Márom, hogy nem lehet az animációt félúton megszakítani. Te vagy a csillagvitéz kis hajó. Jöjjön, amink nincs is. Szerintem. Vagy csak én nem látom. Hogy jó legyen. Vagy vele nem kell foglalkozni, mert neki nincs semmije. Mert ugyebár ez a forma van, ő adott. Ez a forma van, ott adott. Ő is van, adott. És... itt vagy. Akkor neked nem kell egy se. Akkor téged lekapcsolva hagyunk. Vagy így vagy bekapcsolva? Nem tudom, majd kiderül, vannak rajta szép számok, ez a kör, meg az 1-2-3. Jó, ő adott. Nézzük a 2-est. Őnál a... van a... 2-es-3-as vonalka benne. 2-es-3-as vonalka. Vagy a zöld a jó és fordítva kéne. Ugye kiderül. 2-es-3-as bekapcsolva. Nyilván ott látjuk 2-es-3-as. Akkor neki csak a pötty kell a földnek. Tehát mindent ki kell kapcsolni. Akarodj már arra, hát ne azt forgasd ott magadtól. Téged kapcsolunk csak be. Ha már húztam arra be a gombbal, azt elkezdte a háttérbe lévő olyat kattingatni, amit nem is akartam átnyomni. Jó. Nála például mindenki fekete. A téged itt kapcsolunk, eltekerünk, kikapcsolunk, kapcsolunk. Elvégbe te így vagy kilőve. Oké. Neki csak az egyes kell, hogy kapcsolva legyen. Ennél. Hanem ennél. Egyes off, és kész is. That's it, föld. Hát érdekes kacskaringos útvonalat találták ki magadnak oda.
a GSP Halavis. I think I just set up some sorts of autopilot. Gondolom csak beállítottam most a legrövidebb autopilóta útvonalat. Azt hiszem beállítottam valamiféle robotpilótát, mondja elviekbe a leírás. Pontosabb fordítással. Na, és már a fejünkön van, ami biztosítunk, hogy nem tudjuk, hogy vesszük fel. Bezár, és ott van bal oldalt a sérülés. És kirepültünk a űrbe. Éppen a múzeumban az esti műszakot visszük, miközben fogjuk magunkat, azt egy idegen űrhajót összerakva, hipertérugrunk a Szaturnusz mögé. Nice! Vagy lehet, hogy az a Vénusz? Levegőse keledek szerint nekünk. Minek az? Egyébként jó pofa a játék mechanikájából ez. Igen, és akkor itt visszatértünk ide, ahol szintén, mintha látnák pár darab becsapódás nyomot, hármat minimum. Csomó minden piros. Well, that doesn't look so good. Looks like a note down here. Rendben. Hát úgy néz ki nem jó, vagy nem néz ki valami jól. Úgy látszik, még nem végezte. Hát ez nem néz ki olyan jól, úgy tűnik itt még nem végeztem, mondja a karakterünk. És akkor valószínűleg innen fog folytatódni majd a második. Behinik a Múzeum 2, az Atlas, ez. Jön majd 2024-be, azt mondja. És onni vinó hevegér. Mindegy. Úgyhogy sikerült végigvinnünk a játékot. Én örülök neki. Remélem tetszett nektek. Ha igen, már rég mondtam, ne felejtsétek el lájkolni. A játék azt hiszem ingyenes. Azt mind nem. A kettő nem lesz ad valószínűleg ez az Atlas. Úgyhogy tudom mindenkinek ajánlani. Jó pofa kis gondolkodtató feladatok voltak benne. Rá lehetett mindenre jönni. Így ennyi kihagyás után és gond nélkül, mint látjátok, azért végigmentünk. És azért majd három chaptert letoltunk egy óra alatt. Úgyhogy még a játékmechanika nagy részét el is felejtettem. És valószínűleg sok minden már nem volt hátra belőle. Sok komment írta egyébként a leírásokban, amit nézegettem annak, amikor a játékot játszottuk, hogy megy a nyűgés, nem lehet megcsinálni, nehéz, stb. Szerintem nem volt nehéz, ellenben nagyon várom azt, hogy mi lesz a folytatása. Úgyhogy ha majd megjelenik és úgy van, akkor majd szólok, nekem wishlistem fönn van, hiába villog itt, hogy návoltuk le. Bármikor múltkor megláttam, hogy van, akkor betoltuk be. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet még egyszer. Ha úgy van, kommentben nyugodtan hagyjatok véleményt, hogy bejött ez a játék nektek, végigvittétek-e, ismeritek-e, stb. És találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!